Köszönöm szépen. Számomra ez a Szerbiáról szóló jelentés akkor lenne hiteles, hogyha tételesen tartalmazná azokat az egyéni és kollektív emberi jogokat, amelyeket Szerbia köteles biztosítani a területén élő őshonos nemzeti közösségeknek, így például a 300 ezer főre tehető délvidéki magyarságnak, amely nélkül ki lenne mondva, hogy nincs belépés az Európai Unióba. Mire gondolok? Például, hogy emberi jogként kötelesek biztosítani a teljes körű nemzeti önrendelkezést, a területi autonómiát a dél-tiroli modell szerint, mert hogyha már Európai Unió, akkor európai modelleket és európai értékeket használjunk, a teljes körű nyelvhasználatot, ugye most a privatizáció kapcsán meg fog szűnni, nem tudom, jelentéstevő tud-e róla, hogy magyar nyelvű rádiókat szüntetnek meg, önkormányzat által alapított magyar rádiókat, mert hogy privatizálják, kérem, hogy ezügybe is tegyenek valamit, és biztosítsák a teljes körű diszkriminációmentességet, az egyenlő elbánás a délvidéki magyarságnak. Itt vannak a követeléseim, átadom a jelentéstevőnek és a biztos úrnak is. Köszönöm szépen. Nem, elnök asszony. Az idei eredmény jelentésről már sok mindent elmondtunk, és elmondtuk azt, hogy milyen kiegyensúlyozott, és ezért külön köszönet a jelentéstevőnek, McAllister úrnak. Megtalálható benne a szerb kormány éves munkájának méltatása, de azok a feladatok is, amelyek mielőbbi megvalósítását az EU elvárja Szerbiától. Politikailag is fontos az EP határozata, mert szükséges a szerbiai kormány további bátorítása abban az elhatározásában, hogy része legyen az európai népek nagy családjának. Nagy politikai nyomás nehezedik Szerbiára, és ebben szeretnék mi segíteni innen a parlamentből. Magyarország szomszédos ország is többszörösen érdekelt abban, hogy Szerbia mielőbb EU tag legyen. A külpolitikai, biztonságpolitikai és gazdasági érdekeken túl a jószomszédi kapcsolatok is nagyot fejlődtek a két ország között az elmúlt pár évben. Az, ami szintén teljesen nyilvánvaló, hogy rendkívül érdekeltek vagyunk a szerbiai magyar közösség jövőjének vonatkozásában is, amihez elengedhetetlen a kisebbségi jogok megvalósulásának további javulása. Ez nekem személyesen is fontos, hiszen vajdasági származásuként tudatában vagyok annak, hogy ettől nagyban függ az ottani magyar közösség jövője. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. A magam részéről teljes mértékig egyetértek Andrej Plenković kollégával, amennyiben ennek a jelentésnek valóban vannak nagyon komoly érdemei, hiszen igen jól sorolja föl azokat az előrehaladásokat, amiket a szerb kormány az elmúlt időszakban tett, illetve nagyon jól és pontosan fogalmazza meg azokat az elvárásokat, ami az Európai Unió részéről van. Két dologra szeretném fölhívni elsősorban a biztos úr figyelmét. Az egyik az az, hogy a tagjelöltektől igenis meg kell követelni, hogy ők is már most csatlakozzanak a közös kül- és biztonságpolitikához. Ebbe értem azt is, hogy Szerbiától elvárjuk, hogy ő is csatlakozzon az Oroszországgal szembeni szankciókhoz. A másik pedig Horvátország, Magyarország egyaránt szomszédos és sok nemzetiségű ország, ugyanúgy, mint Szerbia. Legyen kedves biztos úr, a további jövőn is figyelje, hogy megfelelő szomszédságpolitika és a nemzeti kisebbségek köztük a vajdasági magyarok jogainak az érvényesülése maradéktalan legyen. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, tisztelt képviselők, köszönöm ezt az izgalmas eszmecserét, amely rámutatott arra, amit az Európai Unió, hogy az Európai Unió is mennyire fontosnak tartja Szerbia reform lendületének fenntartását és az EU integrációs törekvéseit. Ebből az eszmecseréből kiderült, hogy az állami hatóságok együttműködtek a háborús bűnöket kivizsgáló szervekkel, és Szerbia és szomszédországai a regionális együttműködésben és kibékülésben érdekeltek. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem minden szempontból felelt meg eddig még Szerbia az együttműködés feltételeinek a Nemzetközi Bírósággal, de ezzel foglalkozunk. A 23-as fejezet az igazságszolgáltatással és alapvető jogokkal foglalkozik, és ennek kapcsán ki is emeljük, hogy hatékony és pártatlan és arányos módon kell
Szerbiának a háborús bűnösök kérdését és az áldozatok kárpótlását. Ezt ki kell mondani az új igazságszolgáltatási cselekvési tervben. Ez a 23-as feltétel megnyitásának feltétele. A bizottság aktívan együttműködik a tárgyalások előkészítésében ilyen értelemben. Ezt elvárjuk Szerbiától. Köszönöm egyébként még egyszer ezt az izgalmas eszmecserét, és McAllister úrnak külön és újra köszönöm, hogy megírta ezt a kiegyensúlyozott és mélyreható jelentést.